Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai napon luconapi hagyományokról, népszokásokról fogunk beszélni, melyhez segítséget hívtunk néhány gyermeket is. A luconapi szokásokhoz és hagyományokhoz tartozott a búza ültetése. A gazdasszonyok búzaszemeket ültettek egy kis tálba, és figyelték a növekedését. Hogy a szép, nagyra, szép zölden növekedett, azt jelezte számukra, hogy a következő évben bőséges terményre, termésre számíthatnak. A búza az élő kenyeret, azaz Jézust jelképezte. A búza zöldje az adventi időszak eljövetelét, a gyertyafénye pedig a megváltó érkezését volt hivatott jelképezni. Gyerekek, van kedvetek búzát ültetni? Igen! Akkor fáradjunk át a másik asztalhoz. Hogy máskor is voltunk itt, ulassunk hát egy vagy két óráig, még búcsunkat még ki nem adják ki, ulassunk hát egy vagy két óráig, még búcsunkat még ki nem adják ki, még búcsunknak hamar vége nézzen, szegény legény akármerre mélyen, akármerre fordítja kalapját, szegény legény így éli világát, akármerre fordítja kalapját, szegény legény így éli. A lucaszék készítése is egy jeles napunkhoz tartozik. E napon kezdték el faragni 9 féle fából. Hát, elég lassan haladtak vele, mert karácsony estéig kellett, hogy elkészüljön. Innen is eredezthető az a mondásunk, hogy lassan készül, mint a lucaszéke. A szék készítője december 24-én az éjféli szentmisére magával vihette a székét, és amikor felállott rá, képzeljétek, kiket látott? Tudjátok, boszorkányokat! Bizonyán megláthatta a boszorkányokat. De azért, hogy a boszorkányok ne érjék utol, mák szemeket kellett, hogy szórjon maga után, a boszorkányok meg egyesével fel kellett, hogy szedegessék a mák szemeket. Így a szék készítője megmenekült a boszorkányoktól, de amikor hazaért, tűzbe kellett, hogy vesse a széket. Na gyerekek, van kedvetek felállni a székünkre? Igen! Na lessük meg a boszorkányt! Termékenység bebiztosításában nagy szerepet vállaltak a luconapi kotyolók, alakoskodók is, akik házról házra jártak, és termékenységvarázsló rigmusokat mondtak. A rigmusok a következő évi bő termésről és jószágállomány mennyiségére voltak hivatottak. A kotyolók a néphagyomány szerint férfiak voltak, akik a lábuk elé szalmát terítettek, és így köszöntötték a házgazdáját. Te kedves házigazdák, beengedik-e a kotyolókat? Igen! Na gyertek, fiú! Lucca, lucca, itt vagy, itt vagy! Ha kérték, elviszi a
Ennek a háznak a gazdájának annyi pénze legyen, mint a tengerben a víz. A gentek griffájának akkor az alannája legyen, mint egymás tengerendának. Ennek a gazdájának annyi csibéje legyen, mint az égen a csillag. Kedves lányok, a kotyolóknak azért valami némi adományon is kéne ám szolgálni. Egy kis sült kolbásszal, szalonnával, vagy sült oldalassal? Fogadjátok szeretettel ezt a gyümölcsöt.